Gáncs Andriásevics Lívia saját bevallása szerint csak azért lépett be a VMS Verbászi helyi szervezetébe, hogy kieszközölje a magyar tagozat megnyitását. Amikor 2 évvel ezelőtt volt az óvoda, akkor válaszolt magyarul, de hát utána, mivel nincs nagyon sok gyerek, magyar ajkú gyerek Verbászon, akkor nem beszélt magyarul. Úgyhogy nekem az fontos, hogy tisztán kezdjen beszélni magyarul, és ne csak az, hogy megértse a magyar nyelvet. 2012-ben, 22 év szünet után Verbászon megnyitották ugyan a magyar nyelvű óvodai tagozatot, ez viszont akkor nem volt hosszú életű, mert a megkésett kezdeményezés miatt csak a délutáni váltásban kaphattak termet az óvodában. Hisszük azt, hogy ez a mostani kezdeményezés ez hosszú távú lesz, és hogy azok a szülők, akik most ide ebbe a tagozatba, magyar nyelvű óvodába íratták gyermekeiket, azon gondolkodnak hosszú távon, hogy magyar nyelvű iskolába és magyar nyelvű középiskolába íratják majd utána gyermekeiket. A tagozat megnyitása nem ment egyszerűen, mert a helyi önkormányzat oktatással megbízott tanácsnoka újabbnál újabb feltételeket támasztott az ügy megvalósulásával szemben. Nem nagyon szeretnék én politizálni most, de el kell mondani, hogy ehhez is, mint ahogy minden eredményhez erős politikai, parlamenti érdekképviselet szükséges, mert akkor veszik komolyan igazán a követeléseket. A kétnyelvű vegyes tagozatba egyelőre 12 gyermek iratkozott. A foglalkozás kezdetben főleg szerbül folyik majd, mert a kicsik többsége nem tud magyarul.